Kedves nézőink, Isten hozta Önöket, újra itt vagyunk a Férfi Harcok, Arcok című műsorunkban Nagy Péterrel. És Nagy Zsoltal, Isten hozta Önöket. És vendégünkkel, Schuller Csabával, ki sziasztok. Régi, mondhatni régi barátunk, ismerősünk. Csaba, te szociológus vagy, a Csak Egyet szociális intézmény, hajléktalan nappali melegedőben vagy vezető, helyettes, igen. Egyébként egy elég érdekes múltad volt, mélységekből, magasságok fele küzdötted magadat. Úgy tudom, hogy voltál katona is Afganisztánban. És hát tényleg... Egy igazi harcos. Harcos, igen. Egyébként egy elég tágérdeklődésű emberként ismerlek. Hogyan alakult a te sorsod? Mi volt az a környezet, az a múlt, amiből elindultál? Egy kicsit megismerjék a nézők is ezt a történetet. Hát én szekszárdi vagyok, Szekszárdon születtem, és 18 éves koromig ott is éltem. Hát édesanyám egyedül nevelt, relatíve nehéz körülmények között, főleg a rendszerváltás után borult így meg a családi büdzsé, ha szabad így fogalmaznom, és hát onnan indultam így útnak, egy ilyen Tolna-megyei etnikailag kevert családból. Édesanyám cigány, édesapám Félix Schwab, Félix Székely, és hát megküzdöttem mindent, amit akkor így a rendszerváltás környékén egy ilyen lecsúszó alsó középosztálybeli családból származó srác megküzdhet kb. Így. Mit tapasztaltál ebből gyerekkorodban? Hogy szűrődött be, mert nyilván most már egy történelem szemlélettel meg... Mármint a rendszerváltás. Így van, tehát aha. Gyerekként ezt hogy élted meg? Hát akkor az embernek azért kevés fogalma van a világban zajló nagy események. Persze, szóval nem gyerekként nyilván én nem láttam ilyen nagy makrostruktúrális összefüggéseket, meg fogalma se volt, hogy mi történik. Tényleg egy később visszatekintve erre akkor tudtam, hogy na ez pont a rendszerváltás idején történt, de hát nyilván munkanélküliség, nagyon sok munkahely megszűnt, édesanyám is elvesztette a munkahelyét akkor, és nehezebbé vált a megélhetés ebből kifolyólag. Uh-huh. Úgyhogy főleg ez egy ilyen nagy anyagi instabilitás, ami ezért párosulva így a családi instabilitással ez sokkal megterhelőbb volt a számunkra. Nyilván ott, ahol én nem akarom más életét megélni, de ott, ahol azért ezt egy stabil családi háttér volt az adott egyén mögött, miközben ilyen turbulens politikai és gazdasági változások zajlottak körülötte, ott azért valószínűleg nem volt ennyire megterhelő, mint nálunk. Uh-huh. Úgyhogy hát kb. Így, nehezen. Ez lehet, hogy összefüggésben van azzal, amit most csinálsz, hogy szociális munkásként, szociológusként végeztél, és egy ilyen intézményben vagy, mint napi feladat végző? Abszolút azt gondolom, hogy összefügg, mert hogy ahogy úgy szépen csúsztam le így a társadalmi osztályok közötti létrafokokon, és így vertem be az állam minden egyes fokba, akkor úgy lett egy tapasztalásom erről, hogy milyen lemenni, milyen lent lenni, milyen megpróbálni onnan feljönni. Biztos, hogy a pályaválasztásomban ez nagyban befolyásolt, illetve motivált, sőt, hát igen, ez abszolút motivált, hogy azért jelentkeztem végül így egyetemre, hogy ezzel foglalkozott, mert azt gondoltam, hogy mivel én ezeken a stációkon végigmentem, ezért naívan azt gondoltam, hogy akkor én tudok valami olyan plusz nyújtani hivatásos segítőként, a saját tapasztalataimból fakadóan, amit esetleg más nem. Azt gondoltam, hogy talán egy kicsit jobban tudok segíteni a közös élmény miatt. Csaba, és mi volt olyan a hatás, ami mondjuk ilyen helyzetből sokan lefele indulnak el, tehát nem még jobban szétesnek, vagy beragadnak valami fajta
környezetbe, függésbe. Uh-huh. Mi volt az a hatás, amit téged inkább fölfele, vagy egyfajta küzdésbe indított be? Uh-huh. Hát én biztos vagyok benne, hogy maga az a hatás, ami egy ilyesfajta ellenállást kifejlesztett benne, az mindenképpen a kultúra. Hogy én azt gondolom, szóval, hogy az édesanyám egy szakácsnő, apámnak magasabb iskolai végzettsége volt, de hogy relatíve gyorsan megszakadt a kapcsolat, mert hogy neki komoly alkohol problémái voltak, úgyhogy anyu egyedül nevelt a bátyámat is engem. De hogy azért a apám révén is, meg anyám révén is a kultúra azért nagyon fontos volt az életünkben. Szóval addig, amíg még egy ilyen relatíve normális családként tudtunk így létezni, meg működni, addig nekem egy ilyen alapélmény volt, hogy könyvek vesznek körül, hogy olvasunk, hogy beszélgetünk, és az, hogy egészen pici koromban kaptam szeretetet, az biztos, hogy számít. Szóval, hogy az első pár hónap, pár év az úgynevezett szenzitív időszak, ami meghatározza, mint tudom, Freud szerint megváltoztathatatlanul meghatározza a felnőtt kort, az nekem azért úgy egész jól tárt. És utána, amikor jöttek az még rendben volt? Az első egy-két év az igen, és ez a fontos. Én nem emlékszem rá, én csak következtetni, én következtetni tudok, mert hogy a kérdés az, hogy miből eredt ez a küzdeni akarás. Ez nem úgy van, hogy ez így jön. Szóval, hogyha nekem olyan nagyon tragikus lett volna az egészen kicsi gyerekkorom, ez nem tud kialakulni. És ugye most a munkám során így látom azokat a srácokat, akik nulla szeretetet kaptak, nem tudnak megküzdeni. Lehet, hogy valakit le tudnak ütni az utcán, meg lehet, hogy a sitten elég kemény gyerekek, de azt a fajta küzdelmet, ami a hosszú távú célok kitűzése, és azokért való küzdés, azt nem tudják meglépni, mert nem hiszik el, hogy elég értékesek. Igazából ez egy nagyon nagy szeretet hiány. Azt gondolom, hogy nekem ez a szeretet lökett az elején, szerintem az biztos, hogy megvolt, az adott egy ilyet. Aztán nagyon érdekes, amit mondasz, hogy úgy látod, hogy a korai szeretet, a megtapasztalás, kötődni valakihez úgy, hogy jó vagyok és szeretnek, az egyenes arányban áll, vagy legalábbis egyenes összefüggés van azzal, hogy később hosszú távon tudok-e célokért küzdeni? Abszolút, persze. Hát azt gondolom, hogy az, igazából ez már mondjuk a megtérésem után jött, de hogy maga az a dolog, hogy érdemes vagyok az életre, és hogy szerethető vagyok, az egy nagyon fontos minőségbeli különbség, ahogy magamra tekintek. Igazából a küzdelemnek ez az alapja. Meg hogyha most így a műsor neve a harcos, férfi harcok, szóval hogy a harcost, mondjuk a katonát, a gyilkostól, azért az különbözteti meg, hogy én azt gondolom, hogy alapvetően van benne egy szeretet, egy helyes önszeretet, és emiatt tudja értékelni magát, és tudja értékelni a másikat is. Hát meg talán van még egy nagyon fontos dolog, amit így főleg, nem tudom, hogy majd erre is kitérünk, hogy ugye a kiképzést azzal kezdjük, hogy először fegyelmezd önmagad. Igen, igen. Tehát, hogyha magaddal nem vagy rendben, így van, és háborúban állsz állandóan a külvilággal, akkor nem tudsz gondolkodni, nem tudsz higgadtan viselkedni, és majd erre a sportban külön kitérünk, de ez is akkor a szeretetre vezeted vissza, hogy ott rendben volt minden, és te el tudtad hinni magadról, hogy meg fogod tudni csinálni. Igen. Nagyon sokáig nem tudtam elhinni, de ezt a mostani fejjel látom, hogy egyébként ez nem alakulhatott volna ki. Persze az isteni csoda az mindig egy olyan dolog, amivel így tudom, hívőként számolunk, de hogyha így racionálisan gondolom végig, meg így nem vetem el teljesen így a 100 évnyi felhalmozott pszichológiai tudást a fejlődés lélektanról, akkor azt kell gondolnom, hogy ez nem a semmiből jött. Hogy kellett lennie valami szeretet alapnak, ami meg tudott maradni a nehéz időkben is. És azt mondod, hogy édesapádról konkrét emléked már nincs. De édesapámról van, az első két évemről nincs. Ugye az első két évedről nincs. Ő mit testesít meg, vagy mit jelenített meg az életedben? Hát ez érdekes, mert amikor nagyon pici voltam, én emlékszem, hogy az apám az egy ilyen, hérosz, egy ilyen hős, egy ilyen wow, relatív alacsony ember volt egyébként, most már tudom, de hogy akkor akkor nem így tűntem, megláttam a bicepszét, óriásinak láttam a bicepszét, most nem volt olyan nagyon nagy bicepsz egyébként, de hogy gyerekként máshogy látod? Gyerekként persze, mindent, szóval, hogy apa, ő volt a hegy, nem tudom, szóval valami ilyesmi gyerekként. Meg kisgyerekként, meg amíg a ilyen jobb pillanataiban, akkor ilyennek láttam. Igen.
Ez jó, hogy... Bennem az a kérdés, hogy milyen tehát negatív hatások voltak. Tehát most beszéltél arról, hogy tényleg volt egy olyan mag a gyerekkorodban, amit talán itt felnőttem visszatekintve egy világosan kiemelkedik, hogy ez igen, ez egy szeretett töltés volt. De mik voltak azok a hatások, ami miatt mégis nehéz volt, mégis küzdelmes, tehát hogy mi, ami esetleg szétiszedhetett volna, vagy talán valamennyire szétiszedett? Hát nyilván a leges, vagy hát nem nyilván, de hogy a leges legnehezebb az apának az alkoholizmusa. Szóval, hogy az nagyon erős volt, rengeteg veszekedés. Apám volt egy kimondottan agresszív ember, mert nem. Ugye, most, szóval, hogy nem volt az. De azért ennek van egy állandó feszültsége. Szóval, hogy rengeteg veszekedés, az nagyon megterhelő volt. És aztán meg utána nyilván az, hogy az anyagi bizonytalanság, az ilyen kvázi kataklizmák, amik ezzel járnak. Ugye kisebb lakásba kellett menni, nem tudtuk fenntartani a nagyobb lakást, akkor az nagyon nehéz, nem tudom, hogy van erről élményetek, de hogy ez az összezártság, szóval, hogy így és ír a puszták népében, hogy ilyen semmilyen privát szférád nincs. Ezért hárman laktunk egy 28 négyzetméteres lakásban, amiből mondjuk a hálószoba rész, szóval ez a 28 négyzetméter, ez nem volt annyi a tényleges, ami... És ez nagyon-nagyon rossz volt, így a három generáció, ez nehézség. És aztán, amikor az emberben már így bimbózik az értelem, és így összehasonlítgatja magát, még egy ilyen nagyon fontos faktor volt az általános iskolám, hogy az egy ilyen társadalmilag nagyon heterogén osztály volt. Úgyhogy én relatíve magas státuszú gyerekekkel jártam egy osztályba, ami tök fontos volt, mert hogy láttam, hogy lehet máshogy is élni, meg voltak kapcsolataim, ez megfizethetetlen. Viszont egy nagy dű plántálási lehetőség is, mert látom, hogy nekem ez nincs. Ez sincs. Nincs olyan cipő, nincs Contrast. Olyan ruha, nincs autó, nincs Balaton. 17 évesen láttam a Balatont, akkor is a haverjaimmal stoppoltunk, vagy lógtunk föl a vonaton. Szóval, hogy hát valami ilyesmi, nem tudom válaszolni. Tehát, hogy egyrésztről húzott fölfele ez a közeg, igen. Másrésztről viszont folyamatosan szembesített azokkal a hiányosságokkal, ami miatt elégedetlenséget szült benned. Igen. Dühölt, igen. Nyilván nagyon picikén még a szomorúság, nem mindig, szóval nem erről volt szó, mert én nagyon szerettem hát az osztálytársaimat, meg ezt a közösséget, de egyébként ez így néha úgy volt. És aztán kamaszként ez nyilván, ez egy ilyen dű. Szóval kamaszként amúgy is dühös az ember, de szegény kamaszként meg aztán nagyon dühös. Aha, duplán dühös. Aha. Igen. Ez kijött benned valami fajta agresszióba, ami esetleg mások, vagy magad ellen fordult? De, vagy? Agresszió volt, autoagresszió is, meg mások ellen is. Szerencsére nem voltam egy ilyen igazán ütőképes srác, én Vasárgyal együtt voltam 20 kiló, úgyhogy olyan nagy hülyeségeket emiatt nem tudtam csinálni. Legtöbbször inkább lepofoztak, és akkor az elég gyorsan úgy helyre tett, hogy mi merre hány lépés, de azért ettől függetlenül volt nyilván verbálisan, fizikálisan, magam ellen, mások ellen, szóval, hogy az, amit egy ilyen vidéki kisvárosnak az utca léte tud nyújtani, azt én azért megéltem. Meg hát a negatívumok közé mindenképpen sorolnám a származást, szóval, hogy ez a félcigányság, ez nem egy hálás pozíció. Ez mennyire jelent meg? Mert azt mondod, hogy a kultúra, a család azért rendben volt, persze. Egy darabig, és ez megjelent, de igen. Pusztán a megjelenésedben is már értek agresszió. Hogyne. De hogy nekem azért... Akik tudták? Persze, de hogy nekem, szóval, hogy inzultusok értek, én nekem még... Szóval ez az egész cigányság dolog, nem vagyok az olyan nagy szakértője, de hogy cigánynak lenni szerintem sokkal könnyebb, hogyha egy cigány közösségbe élsz. Mert lehet, hogy a külvilág az ellenséges veled, vagy te úgy éled meg, nem biztos, hogy ellenséges, de hogy véletlenül, hogy valós sérelmeid vannak, de ott van egy közösség, ami megtart. De fél cigánynak ez nagyon nehéz, szóval... Ez pont a határ, persze, határ se ide, se oda? Se ide, hát, igen. Nyilván, hát a kultúra, amit magamba szívtam, az magyar kultúra. Nem nyilván, de magyar kultúra. Szóval, hogy én azért a cigányságból nagyon sok mindent nem láttam. Az anyám nem így nevelt engem. Ő neki volt erről tapasztalata, de ő nem így nevelt engem is. És viszont nyilván a bőrszínemet, a bőrömet azt nem tudtam lehetni. Annyiból nekem könnyebb volt, mint
azoknak a cigány gyerekeknek, akik szintén a többségi társadalomban mozogtak valahogy, de nekem azért egy sváb nevem van. Szóval, hogy ez gyakran meg van egy sváb nevem, meg egy nagyon, nagyon mély, ilyen beágyazott magyar kultúrám. És amikor én valakivel elkezdtem beszélgetni, vagy bármiféle interakcióba kerülni, akkor az egy ilyen kognitív diszonancia, nagyon nehezen rakták össze, hogy ez most úgy néz ki, mint egy cigány, de nem úgy beszél. Nem olyan a neve? Akkor biztos nem cigány. Aha. Ugye? Akkor ez a vége. Lehet, hogy arab. Ha nem úgy beszél, meg nem olyan a neve, de úgy néz ki, akkor nem. Akkor valószínűleg nem cigány, és akkor én azért így a nevemmel, meg a beszélőkémmel én azért úgy elvoltam, de azért ezt érzékeltem. És ez még egy ilyen, az igazán mély sebet ez ütötte, amit csak a megtérés tudott egyébként meggyógyítani ez az identitás, hogy de ez egy válság, ugye, ez egy identitás válság. Ez egy konstans. Mert ugye a válságnak, mit tudom, az a sajátja, hogy ez egy ilyen rövid időintervallum. Valami lesz, vagy lemegyek, vagy fölmegyek. De ez az állandó birkózás. És ebből nem tudsz kilépni? Tehát ez egy olyan állapot, ami egy adottság. Így tehát ez történelmi, kortól, gazdasági, eredetű, mindentől függetlenül egy létező. Így van. És egyszerre el is dőlt. Így van. És az ember így tagadja, vagy mismásol, de mindig voltak olyan pillanatok az életem, a legváratlanabb pillanatok tényleg, amikor így szembesítettek vele, és akkor az nagyon fájó tudott lenni. És ezt hogy harcoltad meg? Hát tagadtam tök sokáig, mindenféle hülye történetet. Tehát, hogy nem szembesültél? Mindenféle hülye történetet kitaláltam, hogy tudom, kunok vagyunk, meg mindenféle. Ez anyám úgy elhallgatgatta otthon, nyilván tudtuk, de én azért ezt így tagadtam, főleg kamaszként, fiatal felnőttként. Ez nagyon-nagyon nehéz volt nekem. És nagyon hosszú út volt, amíg ezt így a helyére tudtam tenni. Nagyon hosszú út. Most cigány vagyok, magyar, sváb vagyok, székely vagyok, mi vagyok. Úgyhogy ez... Nem akarom nagyon előre ugrani, mert ahogy harcoltam igen, meg, rá, a válasz, hogy megtértem. Jó, akkor most mondjuk, igen, hogy természetesen nagyon szívesen látunk, mert hogy az időnk sajnos nagyon véges, hogy ezt az érdekes történetet végignézzük, és hogy mennyi minden dolog volt, amire már utaltunk, de még nem bemondottuk ki, hogyha a következő alkalommal is velünk tartanál, mert akkor ezt tovább venném, mert ezek nagyon komoly harcok, és ráadásul neked akkor sokkal korábban kezdődött a férfi létbe való belenővés és a harcoknak a vállalása, mint ahogy az általában előfordul, vagy jó esetben elő kéne, hogy fordul, mert ez az identitás megharcolása, és hogy na, akkor ki is vagyok, mi vagyok, ez később alakul. Úgyhogy szeretettel látnánk a következő adásban is, hogyha igen. van rá mód, és el tudsz jönni. Nagyon szívesen jövök nyilván a főnököm. A főnököm nagy lelkűségétől is függ, de hogyha azt mondja, hogy jöhetek, akkor jövök. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, eddig jutottunk ebben a rövid kis adásban, úgyhogy Csabával találkozunk a jövő héten. Viszontlátásra! Köszönjük, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!